A közösségépítés és a közösségfejlesztés volt a témája a Civil Információs Centrum Csengeri rendezvényének. Perényi Zsigmond Európai Uniós fejlesztésekért felelős államtitkár kiemelte, minél erősebb a helyi civil szféra, annál erősebb egy város is. A fejlesztéseket önkormányzati és civil szinten is nagyban segítik a 2014-20-as uniós ciklus forrásai. Szeretnék gratulálni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, mert jelenlegi forrásokból, ami összesen 9800 milliárd forint, ebből összesen 2300 milliárdot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyert meg, illetve mivel itt vagyok most Csengeren, illetve a Csengeri járásban, ebből is 7 milliárd jutott a Csengeri járásnak, és 4,1 milliárd forint jutott Csenger városának, ami egy kifejezetten jó eredmény. Az Európai Bizottságtól Magyarországra érkező összeg az évtized végéig tartó fejlesztési ciklusban több mint 9800 milliárd forintos keret. Ezekre pályázhatnak az önkormányzatok és a cégek. Azért ekkora az összeg, mert állami forrásból a kormány valamennyi operatív program esetében kiegészítette az eredeti 8900 milliárd forintos keretet.